szép, jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Keplerth folytatása. Lássak. Ó, ide sokan vagytok itt. Na, gyorsan rendezzük le a csordát, aztán majd meglátjuk. Ha minden igaz, a hogy hívjákkal, a csákánnyal lehet elbontani ezt a épületet. És úgy bizony, remek, kaptunk pár bogyót meg, mi egyéb. No, ha jól emlékszem, akkor 5 Monster Meat-re van szükségem, hát akkor gyűjtsünk Monster Meat-et, és akkor utána végre meg lesz a cucc, ami kell, ahogy hívják hozzá, a bányászathoz. Menjünk mondjuk északi irányba, arra még nem mentünk. Gondolom, akkor ugyanígy lehet a ezeket is kibontani. A pénzt azért szedjük föl. Annyira azért nem vagyunk gazdagok, hogy azt is eldobjuk. Ezt a cuccot szedjük ki, almafát. Egyúttal kapunk ugye kaját. És ott egy szörnyike. Mert kell nekünk 5 szörnyhús. Egyet kaptunk, meg bőrt, meg mi egyebet. Hogy ez ogrénak számít, ha jól láttam. És akkor igazából egyik része mehetünk a... Jó kérdés, hogy a medve az minek számít, szörny vagy sem. 2. Jó, hát kell még akkor 3 szörnyike. Ott például van némi fém, azt azért szedjük ki, főleg a vasat. A réz is hasznos, de mondjuk abból legalább megvan az alapfegyver. De a vas az tényleg értékes lesz. Azt úgy érzem, bármikor érdemes kiguberálni, ha szembe jön. Meg nem fog ártani a kő sem, mert mindig kell. Mindig kell, és akkor egyúttal itt keresztül furtunk. Nem biztos, hogy jó nekem, hogy keresztül furtam, de keresztül furtam. Hello, szörnyike! Adj nekem húst! Jó lenne, ha lenne egy lámpa, vagy ilyesmi. Hohoj! Ami a szörnyektől, azok maradhatnak, azokért jöttünk. Oké. Ho-ho-ho-ho. Ja, azt a köpködőt nem kérjük. Itt viszont van egy maci, ami adott nekem valamit. Nem tudom, érek rá. Szörnyek támadnak meg mindenfelé. Úgy érzem, akkor ezt az éjszakát itt harccal fogjuk tölteni. Vagy legalábbis részben harccal. Bányász. Na, az viszont még kimondottan hasznos. Vagy egy medve farm. Azt gyere békén hagyjuk. Jó, hát ami jön, az jön. Ez nem annyira érdekes. A bányász az viszont értékes lehet, például az ércet árul nekem. 100 ér 10. Jöhet. 300, az az összes zsetonom, de úgy érzem megéri. Tudok eladni neki? Nem. De úgy érzem, ez megérte. Meg ha nem érte meg, akkor is megérte szerintem. Ott van egy darab köpködő. Ó, meg rengeteg mi egyéb.
Azért ez így gazdag hús. Gazdag loot. Beri, akármi. Szerintem ezt megeszem, és akkor lesz egy helyem. Nem jó. Oké, akkor nem biztos, hogy jó ötlet volt. Sőt, biztos, hogy nem volt jó ötlet. Oké, az mondjuk belefér nekem, hogyha ezek itt felrobbantják a talajt. Abból én lootot tudok szedni. Viszont akkor azt az épületet elbuktam. Viszont itt van egy újabb bányász. Oké. Baltáért adna egy ilyen nem tudom mit. Meglátjuk, meglátjuk. Mennyiért tudok eladni és mit. Jó, ez mehet. Az egyértelműen mehet. Azt a parasztra akármit nem akarom eladni. Mi az, ami elmehet? Mert az az 50-es az egyértelműen mehet. Nektár. Ezeket különösebben nem. Azt az italt eldobjuk, az annak nem látom tetejét. Giant wheat, azt aztán nem kéne eldobni. Cookie, mi egyéb? Hát, jó lenne pedig több bevételt szerezni, mert ez kevéske. Szerintem ezt a kaját eldobom. Nem jó dolog, de eldobom, mert így egy csomót tudok szerezni bevételt, hogy megvegyük a rezeket. Aztán persze lehet, hogy az valójában nem éri meg. Ezt sem akarnám eldobni. Ez talán legyen így. 190, az egy kicsit sok nekem most. 140 a 25 szénér. Az jöhet. Jó lenne nem beleütni egyszer véletlenül. Itt lehet mindenféle fegyvereket venni. Hát, ha ő más dolgokat vesz. Nem ugyanaz a cuccok, amennyire látom. A sweet soupot megveszi. Azt mondjuk eladom 50-ért, az nem zavar. Az mehet. Jó, kaját eladjuk. Nem biztos, hogy jó ötlet, de eladjuk. 45-ért a 100 lőszer. És akkor meg tudjuk venni az egyik adag rezet. Mert az úgy érzem megéri. Aztán persze gondolom most majd le fogunk tudni menni a bányába, és kiderül, hogy mennyire volt jó. Na, hogy néz ki ez a halászat? Csak itt így ücsörgünk, és jó. Vagy valami kéne itt ehhez. Na jó, úgy látom ez ennyi. Már pedig ez nem tűnik nekem jó ötletnek. Próbáljuk a köpködőt kikerülni. Ott van egy portál. Azt aktiváljuk. Hajlás, nézzük meg, hogy mennyire lesz problémás aktiválni.
Itt vágjunk magunknak utat. Ja, ott egy darab rész volt valahonnan, de ennyi. Ott van egy nyuszi, vagy mi ez, szörnyike. Úgy látom, itt alapvetően nincs semmi, úgyhogy akkor ez a portál, ez meg a többi az csak loot. Az jól hangzik, ezt szeretjük. Na, egyszerű. Kaják, mi egyebek? Jó lenne, ha nem harcolnék, miközben itt a menü felugrik, jó? Azt a kettőt ne párosíts lehetőleg. Ez egy északi iránynak tűnik. Úgyhogy legyen ez a név. És akkor vissza a bázisra. Jó. Kellene kaja. Együk meg ezt. Együk meg ezt, meg együk meg a szörnyhúsit. Azzal úgy valahol állunk. Még egy kis kaját jó lenne fogyasztani. Vegyünk némi almát, abból lesz éhségcsökkentés, és akkor valahol állunk. Nem jól, de nem rosszul. Igazából a HP-nk is rendbe jön. No. Valami szörnyháló, vagy nem is tudom mi ez, mindegy. Jó, ezt készítsük el, és remélem, hogy ez egyszer használatos, és akkor jó. Nem tudom, hogy kell ez a akármi, de most ez van itt kéznél. 18 hús. Szerintem bedobom ezt. Ide van rengeteg rész, ha megtalálom. 20-valamennyi. Azaz egy elég jó értéknek számít. Úgy vélem. Akkor addig nézzük meg a cuccainkat, ide mi kell, alapvetően semmi, de dobálhatjuk be ezeket. Oké, akkor az SMS, ezzel meg vagyunk, ezzel a cuccal. Gyűjtsük be a kaját. Megnézzük meg majd azt a... hogy hívják ott. Mutációt. Abból mi állunk, hogy állunk. Jöhet egy ilyen, nem tudom mi. Elvileg nő a sebzésünk. Továbbra is a... még föl nem fedezetteket. Kérném. Kritikál. Jó, hát olyan, amilyen. Ó, lassabban pusztul a páncél. Az szintén jól hangzik. Hogy ez knowledge. Oho. Jó, már van egy akkor oda is. És azt hiszem ennyi volt. Jó. A fát azt szedjük be. Aztán majd nyilván ültetjük. A gombát azt nem tudom, hogy akarom-e. Már igazából most nem kell az a gomba. Kajából állunk egyenlőre jól. A fa az mindig kell, úgyhogy az nem fog ártani, hogy itt szedünk egy nagy adag fát. És akkor ugye, ha el is ültetjük, akkor lesz egy újabb fánk.
No. 8. Nem egy ilyen egyenletesen sikerült az ültetés, de hát ez zavarjon legkevésbé. Aztán grass nem érdekes, alma az jöhet. Almafát azt. Goblinok! Mert már majdnem valahol lettünk volna, anélkül. Berry. Na mindegy, ezzel csak azt jelenti, hogy akkor megint nem leszünk egy darabig készen a következő szakaszra. Ugye a bányászat akkor megint várhat, amíg a következő támadáson túl vagyunk. Na mindegy, addig akkor nézzük ezt, plusz nézzük a vasakat. Akkor szerintem csináljunk mindenből egy készletet. Mert az jó. És utána cseréljük vissza, hogy megfelelő helyen legyen. Jó. És kérdés... Kasza, meg lehetne páncélt csinálni, ha lenne bőr. Majd egyszer meglátjuk. Jó. Ezt dobáljuk be oda. Egyenlőre. Remek. Azt hiszem, hogy állunk itt. Lehet ültetni, meg másik fajta akármi. Jó. Azt azért ültessük el. Gabonát, meg a salátát, az jól hangzik. Mint ötlet. Aztán majd kiderül persze, hogy tényleg jó-e, vagy sem. Jó. És szerintem akkor vágjuk ki ezt a két esőerdős fát, hát ha abból több magot szerzünk a potenciális esőerdőnkhöz, nem, meg simán fát kaptunk érte, úgyhogy akkor ezzel nem vagyok előrébb. Ettől nem lettünk előrébb. Jó, ültessük el a virágokat, nem tudom, hogy hasznos-e, de legyen elültetve. Azok egyenre megvannak, hát akkor együnk egy kaját, annyival legyünk előrébb. Szedjük ki ezt, és akkor készítsük a vas elemet. És azt hiszem, van elég a lándzsához. Kérdés, hogy akarok-e? Na ugye, fölhúztuk a lándzsánkat, eléggé. Viszont másfélszer annyit sebb ez alapból, úgyhogy akkor azt hiszem, nincs miről beszélni. Akkor azt hiszem, nincs miről beszélni. Kedves goblinok, 20 másodperc múlva itt bele fogtok futni némi problémába, amivel úgy vélem nem voltatok fölkészülve. Na, hova jöttök?
Nem állok jól, de nagyon nem. De nagyon nem állok jól. De nagyon-nagyon nem állok jól. Oké, megvan. Kiszedtük, de nem volt egyszerű mutatvány. Jó, túléltük a támadást. Nem volt azért olyan barátságos, mint szerettem volna. De megvagyunk. Mondjuk cserébe kaptunk egy kis földerített, kibányászott terepet. Kaptunk egy új szobát, kibányáztak nekünk. Valami érdekeset dobtak. Goblin törmelék, pet treat pouch, akármi. Jó, segíti a állatokat, majd ha lesznek állataim. Ezek szerint lehetnek állataink. Sejtettem, vagy tudtam valamennyire. Na, akkor nézzük meg viszont ezt a bányát, hogy állunk azzal. Le tudok-e végre menni, vagy sem? Mert ugye az egész erről szólt volna. Wuhú, igen. Jó. Csontokkal majd valamit kezdünk egyszer. Azt nem kéne kiszedni, mert az azt hiszem segít abba, hogy fényt adjon nekem. Úgyhogy azzal nincsen semmi bajunk. Az a lény az itt van, vagy csak mutatja, hogy fönt egyébként ott lenne? Azt hiszem csak mutatja, hogy fönt egyébként ott lenne. Jó. Hát, ezzel nem vagyok előrébb, hogy őszinte legyek. Ott van valami fura, meg itt van egy nagyobb szoba, de aznak mindenféle szörnyikékkel volt ügyetele. Nem biztos, hogy nekem olyan jó. Lárvabogyó. Oké, különösebben nem jó. Oké, adnak mindenféle szörny darabot, de ez igazából nem vigasztal. Azt nem tudom, hogy járnék jobban, ha egyből építek egy újabb lépcsőt, hogy menjünk lejjebb. Úgy érzem, ez lesz a megoldás. Azt, hogy miből akarnám azt a lépcsőt, az jó kérdés. Itt nem látok megoldás lépcsőre. Itt van kérdés, hogy tudok-e építeni sima kő lépcsőt. Mert az egy picit nyerőbb lenne. Ha tudunk építeni egy ilyet, vagy építefőzni egy ilyen cuccot, az azért hasznos lesz. Tudunk majd agyagot, meg egyéb mókát csinálni.
Jó, ilyen-olyan ágy, hot spring, stb. Ezek nem segítenek rövid távon. Itt, ha jól emlékszem, már nem volt normál lépcső. Ja, hogy ez a szintezis, hát akkor nincs is miről beszélni. Akkor ilyen lépcső kell nekem. Akkor úgy döntöttem, hogy ezt használjuk. És akkor az éjszakát el tudjuk tölteni ilyen lefele úttal. Mert belefér. Ja, hogy ebből csomót tudunk lerakni. Jó, akkor annyira nem kellett volna ennyit gyártani. Valahol a semmi közepén vagyunk. Csináljunk itt egy szobát, aztán mindjárt kirakunk egy lámpát. Hogy lássunk. Arrafelé szerintem kimászunk. Aztán itt a szörnyikékkel legfeljebb majd megharcolunk. De itt van egy nagyobb zóna, ami talán bejárható. Hát ennyi talán nem kellett volna, de ez legyen a legnagyobb baj. Oké. Helyes. Egyiket szedjük ki. Lárva, ilyen, opasz köpköd. Az köpköd. Oké. Akar ezeket nem tudom, hát mondjuk csont az csont. Az így jöhet, a csont az csont, az mindig jöhet. Azzal nincsen bajom. Ott van ma mondjuk úgy főnök. Azzal különösebben nem lesz baj. Na ez mondjuk elég sok bevételt hozott. Azért arra gyógyuljunk egy kicsit. Arra készüljünk fel. Sőt, lehet, hogy egyébként át kéne állni rá az íjászathoz. Vagy harcolni. Mondjuk 6-ot hoz ez az... Nem egy nagy sebzés. Mert azt hiszem a sebzés a fegyverből jön, nem nagyon, az se nagy. Attól se ájultunk el. Oké. Okay. Goblin haj. Hát kiszedtük, amit lehet. Egy-egy ilyen fényt azért szedjünk ki, ennyi nem kell ide. Aztán kóricáljunk egy kicsit. Hát ha találunk részforrást. Nagyon nem látok itt a térképen, ott éjszakabbra, mintha lenne. És szerintem arra fogunk bányászkodni. Ott mintha lenne valami folt. De persze nem biztos. Ja, hogy tele vagyunk. Oké. Majd egyszer ki fogunk jutni, de az már egy újabb harc lesz. Úgyhogy akkor először menjünk vissza bázisra és lepakolni a cuccokat.
Ó, itt közben ez visszanőtt, ezek szerint itt sűrűbben kell majd fényt elhagyni, hogy biztonságos maradjon az út, hogy bevilágítottnak számítson. De hát ez legyen a legkisebb bajunk. No, és akkor... ide lehet ledobni köveket. Ami mondjuk hasznos, de nem olyan nagyon. Ide lehet épületalkatrészeket. Nem többet, többre emlékeztem, vagy mondjuk ez is oda tartozik. Jó, és akkor ilyen random kütyük, amiből van néhány, szén is igazából ide tartozik, ez is mehet, te is érdembe, hát ezek a, ahogy csökkenti a páncél problémát, hát, ja tényleg lehetne, hogy hívják olni. Páncélozni a fegyverünket, vagy mi ez, plétingelni, vagy ami itt volt. Metal bar, primordium. Oké, na primordium. Azt hiszem, itt szórtam őket el. Melyik a primordium? Abból van elég sok, vagy legalábbis valamennyi. Primordium. Plusz 6 támadás, mi egyéb? Jó, ez teljesen oké. A plusz 6 támadás az tényleg fincsi. Azt abszolút fincsinek tudom számolni. Mennyi helyen van? Hát lehetne több, nem azt mondom. Igazából szerintem a lőszert bedobálom, meg ezeket is, és akkor a távolsági harcászatot bedobjuk. Meg ezt is, mert az se érdekel, hogy őszinte legyek. És akkor most már vannak helyeink, mondhatjuk. Hát menjünk egy újabb körre még, ott volt egy másik épület. Egyen lejjebb, azt azért lessük meg. Meg ha már itt vagyunk, akkor azért a következő szintet dobjuk le. Ah, ez rossz volt akkor. Ezt megpróbálom felszedni. Nem, azt amit szerettem volna, azt nem lehet felszedni. Annyira nem meglepő, de... így jártam, na mondjuk ott van egy rész, ha már erre járunk, akkor azt azért guberáljuk ki, azt megéri. Na és akkor most sikerült elég fényt kirakni, hogy ezek itt biztonságos útvonalnak számítsanak. Ha egy darab varsát, hasznos, de nem ettől ájultunk el, hogy őszinte legyek. Némi goblin, meg némi egyéb. Oké. Hát, ez se dobta fel a világot. Ez se menti meg az egészet. Mondjuk ott van egy részfolt. Azt mondjuk értékelni tudom. Azt azért értékelni tudom azt a részfoltot. Meg ott egy kis vas volt is, mintha lenne. Itt.
Ami azért hasznos, mert köl. Hát rakjunk ki. Azt mondom, még egyet kirakok, csak hogy biztos belátható legyen. Ez minek számít? Rész? Oké. Ó, hát akkor az is rész lesz. Akkor az is rész lesz, és ugye azért egy értékesebb kör volt. Hogy nincs több. Ja, akkor majd gyártunk. Mert határozottan szükségünk van itt akkor fáklyákra, nem is kevésre. Még azt hiszem ahhoz kell majd a fű, vagy igen a fű, amivel majd rávesz a játék, hogy én füvet gyártsak. Jó. Van-e itt a közelben valami, ami... egyértelműen hasznos, nem az csak ilyen fényforrás voltok. Ott, mintha lenne egy olyan bányászható cucc. Vagy nem. Vagy nem. Azt mondom, hogy vagy nem. Mondjuk egy vas volt. És az azért mindig jöhet. Jó, ez meg így jöttem be, úgyhogy... ez meg maga az én bejáratom. Jó, hát szereztünk némi fémet, ami mindig jó. Na, rosszul nem járunk. Infected Village. De az a felszínen lesz. Meglátjuk. Na de... hát tettünk egy kis körutat. Hát ez csak kő. Ezért nem érte meg. Kő az különösebben nem kő. Ott az viszont vas lesz, vagy szén, vagy mi. Azt még lehet, hogy érdemes kiszedni. Meg fosszíliák. Az jó. Nem tudom mi, de furcsa színe van, úgyhogy kiszedem. Hát, ha valami hasznos, nem volt az. Réz az jöhet. Rézért hajlandóak vagyunk lenyúlni. Lehajolni. Meg vasért nyilván. Hát azt a gyanúsan nagy medvét most nem akarom megküzdeni. Az ott vas. Vagy vas. Szén, szén, szén. Az ott mind szén. És ott a másik is van egy szép nagy szénmező. Most, hogy így jobban nézem. A falat nem akarom kibontani. Hadd maradjon az meg, de azt a szénmezőt azt azért vesszük. Mert az, az jöhet akkor. És az meg rész nyilván. Az a kavics. Jó, hát egy adag bányászattal előrébb vagyunk. Nem tudom, hogy elég, hogy megérte, tényleg hosszabb, jobb, akármi. Végül is visszakaptuk a... sőt, a gabonát azt tudjuk ültetni egy az egybe. Meg a salátamag is visszajött. Meg ilyen világító bogyó. Ezt nem tudom, hogy hasznos-e nekem, vagy én akarom-e. Spóra... egy percig, hát az nem segít rajtam. Egy percig világítunk, juhú. Jó, van éven elég füvünk.
Hát a saláta az kérdéses, hogy őszinte legyek. A búzát azt látom, annak látom az értelmét. Azzal nincsen kérdés. Jó, és akkor azt mondja, hogy itt van újabb cucc, amit lehet gyártani. Növeli a páncélunkat, jöhet. Ha lenne fosszília. Már jó, gyógyulunk másodpercenként egyet. Na, az nagyon is fincsi. Azt abszolút tudom értelmezni. Ó, vérzést okozunk, az se egy rossz buli. És azt hiszem ennyi volt az opciónk. No, hát innen fogjuk folytatni, már ennyi.